akik életüket a szabadságért adták nemzetünkben és más nemzetekben is, Ábrahám pátriárka kebelére jussanak, és a dicsőséges feltámadásban részesüljenek Krisztus a mi Urunk által. Amen. Olvasmány a Makabeusok második könyvéről. A harcok befejeztével Makabeus Júdás a választott nép bátor vezére gyűjtést rendezett, és 12 000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe, hogy engesztelő áldozatot mutassanak be a megholtakért. Jól és hívő lélekkel gondoskodott a feltámadásról. Ha ugyanis nem hitte volna, hogy azok, akik elestek a harcban egykor feltámadnak, akkor fölöslegesnek és hiába valónak tartotta volna, hogy a halottakért imádkozzék. Ő azonban fontolóra vette, milyen nagy jutalom vár azokra, akik vallásos lelkülettel pihennek el a halálban. Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. Viruló réteken ad helyet nekem, fölügyít a tiszta vizek forrásából, előttem jár az igaz úton, vezet engem jó szívével. Az Úr minden pásztorom, kicséget nem kell látnom. Asztal teriszet tesz és táplálsz engem, hogy üldözőimet szégyen érje, fejemen illatos olaj csillog, serlegem megtöltött bőkezűen. Az Úr minden pásztorom, kicséget nem kell látnom. Jóságod és irgalmad nyomon követ életemnek egész útján, és otthonom lesz az Isten háza időtlen időkön át. Az Úr néken pásztorom, ígséget nem kell látnom. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak. Bizony, bizony mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor a halottak meghallják Isten fiának szavát, meghallják és életre támadnak. Mert ahogyan az atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok, ezen eljön az óra, amikor a halottak meghallják Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból, akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek, akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! A szabadság utáni vágy, a szabadság utáni átmutat. És ha figyelmesen olvasjuk a Jószkvetszői Szentírás, számtalan helyen megtaláljuk a Jószkvetszői választott népnek a harcait, csatáit, vágyát, gondolatát a szabadság után, a szabadság iránt és a szabadság. Ma, amikor pár nappal előre voltva a március 15-ét ünnepeljük, tudatában kell legyünk annak, hogy a szabadság utáni vágy nem csak az győzelmet hozott végérvényesen, ezért voltak a vértanúk képesek életüket is adni minden megalkuvás nélkül. Mert tudták és szabadon választották azt, hogy népük javára legyenek. És ma is, ha meg akarunk maradni,
Ma is, ha tovább akarjuk adni azt az örökséget, amelyet őseinktől kaptunk, sokszor szabadságból, sokszor elnyomás után, mi is azt kell tegyük, ami a közösségnek hasznos, mert akkor hasznos lesz számunkra is. Mint utolsó gondolat, azt szeretném még mondani, ha bár ünnep van, ünnepelni gyűltünk össze, mégis ne legyen meg életünkben az imádságos szándék, és imádkozzunk mindazokért az emberekért, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Lerajzolt a képet szívem közepébe, beírt a neve a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten keze vonását, áldja meg a magyarok hazáját. Szélesebb világnak fénye gazdagsága, el nem csábít innen, idegen országba. Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni. Szép Magyarországot,
nem pótolja semmi. Magyarnak születtem, magyar is maradok, hazáért élek, ha kell, meg is halok. Pingó bölcső fejját, magyar föld termette, koporsó fejját is, magyar föld növelje. Együtt tisztelekedünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. 170 év telt el azóta, az Európán és a Kárpát-medencén átcsöpő forradalmak vihara óta. Ekkor ért meg a magyar nemzetben a gondolat, majd a tett vágya jobbulásáért, szabadságáért. Ekkor fogalmazták meg a magyar reformszellemi nemesség nagyjai, a forradalom vezetői Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Ötvös József, Gábor Áron és mások, nemzetünk, országunk jövőbe mutató reformtörekvései. A szív mélyén lehetett megemlékezni erről a napról, de szerencsére volt, van olyan idő is, amikor nyíltan, szabadon ünnepelhet mindenki, aki magyar. 170 esztendő óta jelentőségéből és fényéből semmit sem veszített március 15-e, mert azt a vágyat fejezi ki, amely után mindig sóvárgott vagy sóvárok a világ. Második Rákóczi Ferenc férfi kórus Kossuth notákkal köszönti az ünnepet és a jelenlévőket. Messze a határra,
Őszán csolya hölgyet tölgyet, édes rózsám Isten vélet, e kívánom tőled. Egy kapitány, piros fej, aripán, karja megvillan a jobbik oldalán, karja megvillan az ágyú edurran. Szép piros vérem a ködre kilocsan, karja megvillan az ágyú edurran. A Tiami Rosszlégy általános iskolából Rúzsa Sándor fogja nekünk elszavalni Vörös Marti Mihálytól a szót. Rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére foly. Ez, melyhez minden szentemet egy ezredév csatol. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhúltanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiállt. Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy éz, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog. Egy jobbkor, mely után húzgó imádság epedez százezre kajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál. Hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. S az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Most megkezdjük a koszorúzást. Elsőként Magyar Nemzeti Tanács nevében magiszter Hajnal Jenő elnök. Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség nevében Sutus Áron elnök és Kistóth Erika alelnök. Vajdasági Magyar Szövetség nevében Ótot Róbert és Pacsik Lajos. Thank you.
Szolga község nevében Zombori Csaba alpolgármester, Olaj Tibor képviselőtestület elnöke és Kormányos László tartományi képviselő. Kishegyes község nevében Kerekes Zoltán alpolgármester. Tulipán Egyesület nevében Rózsa Katalin elnök és Bacsó Elvira művészeti vezető. Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma nevében Margit Zsuzsa elnök és Törtei Erzsébet alelnök. Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma nevében Kovács Attila és Bata Vivien. Annyival bővítenénk ki, hogy őrizzük tovább a Földet,
amit szüleinkben, őseiktől kölcsön kaptunk az unokáink számára. Úgy szintén kultúránkat, nyelvünket, szokásainkat. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy megtisztelt ezt az ünneplést. És most mindenkit szeretettel meghívok a vadászotthonban további ünneplésre. Köszönöm szépen!